csapat. Mennyire van messze innen gyalog? Nincsen. Akkor nem érdemes körbe menni? Látjuk. Akkor le kell parkoljunk valahol. Jaj, dórod az anyagot, te! Nagyon komolyan fölkészültek. Kérem szépen, aláírásgyűjtés folyik. Itt az utcában? Meg akarjuk kérni a miniszterelnöket úrat, hogy írja alá. Hát ha már, hogyha ők közölték, hogy a korrupció ellen... Hogy is volt, hogy... Megszüntették a korrupciót, akkor írják alá a kezdeményezéseket. Ez így neked adom. És hány aláírás gyűjtöttek már eddig? Ugye Kossuth téren kezdtük, az sajnos a vasárnap esti vihar az a sátrat is elrepítette, és az összes aláírt papír is. Az sajnos minden alázott, és utána aztán Győr, a több száz aláírás, aztán Szombathely, ott egy napig szakadt az eső, meg vihar volt megint, aztán most vagyunk a Rákóczi téren, utána megyünk Pécsre. Ezt nem adjuk fel. Szóval ezt, ebből nem engedünk. Merre megyünk, Sanyi? Vagy megvárjuk a Gáborékat? Jó! Be! Na menjünk fel akkor a házhoz. Kicsit eltévedtünk, de jönnek még kocsikkal, busszal, úgyhogy jönnek, csak kicsit eltévedtünk. Jó, akkor most már megvan a cím. Milyen üzenettel érkeztek? Az, hogy élünk a demokratikus jogainkkal, amit a bíróság megítélt. Én ezt abszolút nem értek egyet, tehát amikor valakinek a lakhatási környezetéből oda menni tüntetni. Ezt a mai demonstrációnkat azért szerveztük, mert két héttel ezelőtt Budapest rendőr főkapitány megtiltotta itt a Cinege utcába az Orbán Viktor házához tervezett demonstrációnkat. És az Alkotmánybíróság legutóbbi határozatára hivatkozva, mi szerint a magán szférának a joga az az Alkotmánybíróság szerint mindenképpen rendezésre szorul. Ők, mivel nem törvényalkotók, ezért utasították a parlamentet, hogy ez év végéig módosítsák a gyülekezési törvényt. De jelen pillanatban ugyebár a hatályos jogszabályok vannak érvényben, ez alapján nem tilthatta volna meg előzetesen Budapest rendőrfőkapitánya. Ugyanezt beadtuk még egyszer, teljesen kizsigerelve az előzetes tervek szerinti tüntetést, és már gyakorlatilag minden olyan elemét kivettük a demonstrációnak, amivel ténylegesen megsérthetném valakinek a magánszférájához való jogát. Ezt is megtiltott a Budapest rendőrfőkapitánya. Mi nem adtuk fel, ismét bírósághoz fordultunk, és most itt megfordult a kocka, a bíróság engedélyezte, tehát azt mondta, hogy most már mi demonstrálhatunk. Ma nincs olyan fórum, ahol a civilek elmondhatnák a véleményüket, akár vállalkozói szervezetek, akár szakszervezetek, bármiféle képviseletek, mert nem kíváncsi ránk a kormány. Akkor ez most flash mob? Nem, ez leállítsuk, ez egy új jogi kategória. A tüntetés szervezője jóvá hagyta, hogy a területén, mert jogszerűen, tehát egy leánybicsú megrendezésre kerüljön. Aztán azzal egyszerűen, hogy jó pasik tömege a környéken, egy részük látszik, egy részük nem látszik. Itt most konkrétan valóban van egy hölgy az aktivistáink sorában, akinek lesz leánybicsú, és arra gondoltunk, hogy mivel ez a környék úgyis tele van tekesekkel, akik szép száll legények, nagyon szép ruhában, hát esetleg, hogyha úgyis itt vannak, akkor ők lennének a biokörnyezete a leánybicsúnak, de furcsa módon a tekesekből. Most nem látunk, előjöhettek. Elégedett volt? Elégedett voltam, mert igazán itt a figyelemfelkeltés a cél minden demonstrációnak. Az, amikor 10-20-an állunk ki egy demonstráció, egy ügyér, vagy bármilyen témában, én azt gondolom, nem az a lényeg, hogy most 10 ember van, vagy 100 ember, vagy 10 000, hanem hogy eljusson az az üzenet, akinek szánjuk, hogy valami nem stimmel ebbe az országban.